Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Csicsman László, a Corvinus Egyetem docense. Itt van már velünk a vonal túlsó végén, jó napot kívánok, köszönjük, hogy feladja a hívásunkat. Arról fogunk beszélgetni, hogy Szaúd-Arábia, Egyiptom és Törökország is csatlakozna a BRICS-hez a hírek szerint. Kezdjük talán fogalommagyarázattal, hogy mi is a BRICS, ugyanis most például az orosz-ukrán konfliktus kapcsán is, meg az új világrend, meg a többpólusú világrend létrehozásánál is nagyon sokat hallunk, hogy arról, hogy akár a BRICS az egy alternatíva lehet, de már régebb óta is halljuk ezt, aztán eddig nem lett alternatíva. Na de mi is az a BRICS? Ez egy 2009-ben létrejött együttműködés, kezdetben négy ország között, akkor még csak BRIC formában működtek, Brazília, Oroszország, India és Kína, és egy évvel később 2010-ben csatlakozott Dél-Afrika, Dél-Afrikai Köztársaság. Ezzel öt tagra bővült, és hát lényegében gazdasági kérdésekben és politikai kérdésekben működnek együtt. Idén már a 14. csúcs találkozójuk volt. Valójában ez az öt ország azért a világ lakosságának egy tetemes részét lefedi, főleg, hogyha belegondolunk, hogy India maga 1,4 milliárd, Kína szintén 1,5 milliárd lakosságával, és hát gazdaságilag ugye ezek dinamikusan fejlődő országok, talán Oroszországot esetleg ebből leszámítva, és hát valóban az új világrend kapcsán lehet egyre többet hallani, meg hát az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, de azért az fontos talán előjáróban elmondani, hogy az öt ország között azért vannak feszültségek, tehát nem teljes körű az együttműködés, hiszen gondoljunk bele, hogy India és Kína között az elmúlt években különösen felerősödtek a határviták, különféle konfliktusok, India ráadásul ugye az Egyesült Államokkal is stratégiai partnerséget ápol. Minden esetre azt szokták mondani, hogy a BRICS az a globális délnek egyfajta szervezete, amelynek a bővítése egyébként már egy ideje napirendre került. Ez területi alapon szerveződik, vagy gazdasági célra, vagy katonai célra, vagy mi a pontos cél? Hát alapvetően az érdekeknek az egyeztetése elsősorban gazdasági jellegű céllal találkoznak, de természetesen a gazdaság mögött mindig is ott vannak a politikai kérdések. Ugye hát semmiképpen sem területi alapú, hiszen lényegében ugye Latin-Amerikából, Afrikából is van tagja, Ázsia területéről is, tehát valóban azt látjuk, ezt nem mondják ki, de hogy lényegében egyfajta alternatíváját kínálják a nyugati világrendnek. Ugye gazdasági szempontból többször hangoztatták, hogy szembe akarnak fordulni azzal az Egyesült Államok és a nyugati szervezetek által diktált úgynevezett washingtoni konszenzussal, amely hát többnyire ugye neoliberális reformokat kényszerített rá a 90-es, 2000-es években főként fejlődő államokra, és egyfajta alternatíváját, egy alternatív fejlődési modellt is kívánnak nyújtani. De fontos hangsúlyozni, hogy ez alapvetően ez egy laza együttműködés, miközben vannak formális csúcstalálkozók, és hát kiadnak alapvetően közös nyilatkozatokat is, sőt most már van önálló bankja is a BRICS-nek, tehát egy fejlesztési bankja, és hát azért az elmúlt másfél évtizedben azért jelentősen fejlődött, tehát válaszolva a kérdésre, az elsősorban gazdasági jellegű együttműködés, ugyanakkor nyilván a mögött van egy politikai összetevő. Ugye 2009-ben alapították ezt a csoportot, és én emlékszem arra 2009 környékén, hogy azok, akik nagyon kritikusak voltak az Egyesült Államokkal kapcsolatban, vagy a globalizációval kapcsolatban, tényleg szinte minden nap azt mondták, hogy majd ezt hozza el a csodát, meg ezt hozza el az új világrendet, de ahhoz képest viszont nekem egyelőre úgy tűnik, hogy az eredeti szerepét, vagy amit célt annak idején kitűztek, azt nem igazán töltötte be ez a szervezet. Hát ezzel egyetértek én is, amikor ugye létrejött, akkor kezdődik a globális pénzügyi válság, tehát ezért is fordult a figyelem ezekre az országokra, ami ugye az Egyesült Államokból indul ki, és hát végül is egy világméretű gazdasági válságot generál.
Valóban ezek az államok úgy gondolták, hogy egyfajta alternatívát kínálnak ezt a szerepet. Én is azt gondolom, hogy nem tudja betölteni jelen pillanatban, amely abból is adódik, hogy azért jóval összetettebb a világgazdaságnak is a működése, tehát hogy különféle interdependenciák vannak, illetve ahogy említettem, hát India például különösen az elmúlt évtizedben nagyon mélyen az Egyesült Államokkal mélyítette el a kapcsolatát, tehát sokan fel is teszik a kérdést, hogy nem kakukk tojás-e ebben a szervezetben, miközben azért azt látjuk az elmúlt időben, hogy nem annyira, hogyha itt az orosz-ukrán háború körüli eseményekre gondolunk. Akkor beszéljünk egy kicsit Indiáról, mert ugye önnel egyébként egy külön adást is készítettünk még Indiával kapcsolatban, arról, hogy most hol tartanak meg egyebek. Ugye látjuk azt, hogy India próbál semleges maradni az orosz-ukrán háborúban, talán még Kínához képest is jóval semlegesebb, miközben nyilván Indiának is megvannak a saját kihívásai, de ebben az egész történetben mennyire szorulhat oda Kínához, akivel ugye komoly konfliktusai vannak, illetve a BRICS országokhoz, mert most az amerikai narratíva meg nagyon sok esetben az, ezt ugye látjuk Kínával kapcsolatban is, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van, meg mintha ebben az egész háborúban a semlegesség az nem nagyon létezne. Igen, itt ugye arról van szó, hogy India az orosz-ukrán háborúban nem csatlakozott ahhoz az ENSZ határozathoz, amely elítélte ugye Oroszországot a beavatkozás, és ez meglepte a világot, hiszen mindenki ugye arra számított, hogy India alapvetően itt az Egyesült Államok által diktált világrend mellé áll. Most azt kell látni, hogy az indiai külpolitikai koncepcióban, miután ez az el nem kötelezettség eszméje, ugye hidegháború után nem volt értelmezhető, ennek egy új értelme lett, ez a stratégiai autonómia koncepciója, amely azt jelenti, hogy India próbál egyfajta távolságot tartani a nagyhatalmaktól, és miközben nagyon szélesen nem mélyíti el a kapcsolatait egyetlen állammal se, tehát ez az indiai külpolitikába belefér az, hogy egyszerre kooperáljon Kínával, Oroszországgal, Egyesült Államokkal is. És hát nézzük meg, hogy az Egyesült Államok végső soron nem volt nyíltan kritikus Indiával szemben, ennél az ENSZ szavazásnál is később, tehát azért minden jel arra mutat, hogy ez az amerikai indiai szövetség ez továbbra is jelentős. India ugye benne van más formációkban is, tehát a multilaterális diplomácia szempontjából kulcsfontosságú. Gondolok itt a négy oldalú párbeszédre, a Quadra, amely különösen 2017-től, minthogyha egy új értelmet nyerne, ez ugye Ausztrália, Japán, India, Egyesült Államok közötti ugye párbeszéd, amelynek mintha lenne értelemszerűen egy ilyen, hát ha nem is Kína, hát egyfajta Kína ellensúlyozására törekvő oldala. Tehát az indiai külpolitikába egyszerre belefér az, hogy némileg Kínával is együttműködik, de olyan szövetségekben is benne van, amelyek hát kifejezetten a Kína expanziójának a megakadályozására törekszik. Tehát ez egy mindenképpen érdekes dolog. Mennyire van egyébként baj Indiában? Azt lehet hallani, hogy óriási az asszály, de nyilván ez az egész képnek csak egy kicsiny része. Igen, hát a mezőgazdaságban elég komoly probléma van. Szokták mondani, hogy van egyfajta mezőgazdasági válság Indiában, hát mint egy napi 30 gazda egyébként öngyilkosságot követel, és az éves szinten akár 10 000-es számot is elérhet. Tehát ugye kiszámíthatatlan a monszun, az idejében kifejezetten nagyon magas hőmérsékletek jöttek az átlagnál is magasabbak a monszun előtt, és ugye mindenki arra számított, hogy India majd ellátja a világot gabonával az orosz-ukrán háború keretébe, de hát végül is ugye az indiai kormány is megtiltott egy idő után a gabonaexportot, hiszen hát súlyos gazdasági válsággal nézett szembe a mezőgazdaságba. Tehát itt komoly belső reformokra van szükség Indiában ennek kapcsán. Akkor beszéljünk arról, hogy mennyire reális, hogy Szaúd-Arábia, Egyiptom és Törökország is csatlakozzon a BRICS-hez. Mindhárom országról szerintem órákat lehetne beszélni,
beszélni, nyilván erre most nincs idő, de szálazzuk szét, hogy mi az egyes országoknak az érdeke, és mennyire reális az, hogy ők valóban tagjai lesznek ennek a formációnak. Igen, hát ugye maga a bővítés az először így 2018-ban jött elő a BRICS fórumokon, amikor is Erdogan elnök, Törökország vezetője ugye bejelentette, hogy szívesen csatlakozna ehhez a szervezethez. Hát tudjuk, nyilván ennek a hátterében van egyfajta kiábrándultság, ugye a három ország közül NATO tag, tehát különösen furcsa az a törekvés, hogy a BRICS formációhoz csatlakozzon. Akkor a szervezetnek egyértelműen az volt a válasza, hogy nincs a napirenden jelen pillanatban ez a bővítésnek a kérdése, és le is került igazából a napirendről. És az idei csúcs találkozón májusban a közös nyilatkozatban, hát ott szerepelt ez a bővítésnek a kérdése, és utána napokkal később az orosz sajtó meg is szellőztette, hogy Argentina és Irán az első két ország, amely állítólag be is nyújtotta a csatlakozási kérelmét. Majd napokkal később ugye felröbbent a hír, hogy hát itt még három ország van, Törökország, Szaúd-Arábia és Egyiptom, amelyek majd 2023-ban csatlakoztatnak esetleg a szervezethez. Egy kicsit a szervezet szempontjából én azt mondanám, hogy ez korán sem biztos. Egyébként éppen India, amelyik talán leginkább kritikusabb jelenleg a kulisszák mögött a bővítéssel kapcsolatban. Tehát egyes vélemények szerint egyébként azért is került elrejtésre itt a dokumentumban, a közös deklarációban ez a bővítés, mert az indiai diplomaták kvázi megakadályozták, hogy ez legyen a legfontosabb kérdés. Tehát nem lehet tudni, hogy ez bekövetkezik-e, ugyanakkor nyilvánvalóan a szervezet szempontjából hát itt Kína és Oroszország együttműködése a jelenlegi orosz-ukrán háborúban nagyon fontos, és alapvetően ez a két ország próbálja erőltetni minél előbb a bővítést, amelynek kimondottan a célja, tehát ennek amiben nem következett 2009-ben ennek az új világrendnek a tető aláhozása olyan államokkal, amelyek hát gazdaságilag, politikailag, tehát geostratégiailag, katonailag is fontosak. Hát ezek között van ugye Szaúd-Arábia, Egyiptom és Törökország. Ha nézzük, igen. Csak annyi, hogy talán azért is érdekes, mert ezzel a három országgal kapcsolatban azért azt látjuk, hogy egyrészt gazdaságilag középhatalmaknak számítanak legalább, másrészt emberi jogi dilemmák meg rendszeresen, meg emberi jogi kritikák rendszeresen fogalmazódnak meg a bármelyik országgal kapcsolatban. Hát ez így van, de ugyanakkor maga a BRICS kapcsán is, BRICS országok kapcsán is ez megfogalmazható. Ugye India tekinthető egy teljes mértékben liberális demokráciának, de hát a Modi kormányzatnak a tevékenysége folytán ugye ott is felmerül ez az emberi jogi demokrácia kérdés. Tehát én azt gondolom, nem ez a legizgalmasabb, hanem talán az, hogy ez a három ország azért az Egyesült Államokkal, akárhogy is nézzük a közel-keleti rendet tekintve, az Egyesült Államoknak ezek az államok a meghatározó partnerei a térségben, vagy szövetségesei, ha Törökországra gondolunk ugye NATO tagként, és hát ne felejtsük el Egyiptom és Szaúd-Arábia is kulcsfontosságú. Na most én azt gondolom, hogy azzal, hogy az Egyesült Államok az elmúlt egy-másfél évtizedben elkezdett visszahúzódni a térségből. A térség fokozatosan súlyát vesztette az amerikai külpolitikában. Én szerintem ebből is adódik az, hogy ezek az országok hát keresik a helyüket, hogy hogyan tovább. Tehát ne felejtsük el, az elmúlt napokban volt ugye Bidennek a közel-keleti útja, ahol ha Szaúd-Arábiánál maradunk, ugye Szaúd-Arábiába ment, ahol ugye egy napot töltött, és hát ha megnézzük azt az egynapos találkozót, bár Biden hangsúlyozta, hogy mennyi eredményt sikerült elérni, de hát valójában azért nem nagyon sikerült tető alá hozni eredményeket, ráadásul az elmúlt években az amerikai-szaúdi viszony ugye számos kérdésben eléggé megromlott, az egyik ugye ez a jemeni
háborúnak a kérdése, ahol az Egyesült Államok rendre emberi jogi kérdéseket vetett fel. A másik pedig ugye a Khashoggi gyilkosság, ugye a Washington Post újságírójának a meggyilkolása, amelynek kapcsán ugye Biden a sajtótájékoztatón tett megjegyzést, hogy hát ő az újságírói kérdése azt válaszolt, hogy hát ő személyesen feltette a kérdést Mohammed bin Salmannak Szaúd-Arábiában azzal kapcsolatban, hogy ő a felelős a Khashoggi, az újságíró meggyilkolásáért. Kínos pillanatok voltak ott diplomáciailag, tehát alapvetően ez is magyarázza azt, hogy ezek az országok kevésbé bíznak jelenleg az Egyesült Államokban. Tehát ugye láttuk azt egyébként például India esetében, hogy ugye Biden mondta, hogy valami fajta árplafont kellene rögzíteni az orosz olajjal, meg úgy általában az olajjal kapcsolatban. Nyilván az öbölmenti országok esetében is próbálja az USA ezt a fajta nyomást rájuk helyezni. Aztán mindig az történik, hogy udvariasan meghallgatják Bident, meg azt mondják, hogy megnézik, hogy mit tehetnek az ügy érdekében, majd egyébként természetesen nem tesznek semmit az ügy érdekében, hiszen az neki gazdaságilag nem érné meg. Hát tulajdonképpen most is ez történt számos tekintetben, ugye előjött az olaj árnak a kérdése, amelyre ugye a szaudiak mosolyogtak természetesen, de hát mindannyian tudjuk, hogy itt az OPEC-nek, amelynek egyébként Oroszország is ugye fontos részvevője, tehát hogy nem egyedül tud dönteni ezekben a kérdésekben, tehát nem igazán sikerült ebben sem áttörést hozni, és hát abban sem, hogy egy szaudi-izraeli szorosabb kapcsolat alakuljon ki, tehát nagyon sokan kritikusak ezzel az amerikai látogatással kapcsolatban, és azt vetítik előre, hogy az Egyesült Államok egyre inkább teret veszít a térségben, miközben ugye Biden a beszédében többször utalt rá, hogy nem fogjuk engedni, hogy Oroszország és Kína betöltse az Egyesült Államok által hagyott vákumot. Na de szakértők azt is megjegyzik, hogy hiteles-e az a Biden, aki ugye Afganisztánt elhagyta, és azért az afganisztáni kivonulásnak azért egy komoly ilyen hitelességi kérdése van a Közel-Keleten. Vajon mennyire lehet megbízni az amerikai szövetségesünkben? Tehát akkor elvileg más is betöltheti az űrt, de ezt az űrt betöltheti-e szervezetileg a BRICS, vagy kimondhatjuk azt, hogy a BRICS-et egyelőre, mint BRICS, annyira nem lehet komolyan venni? Hát én azért azt mondanám, hogy mind BRICS nem, itt az egyes államok tölthetik be az űrt, és azt pedig látjuk, hogy Oroszország, Kína, és most már egyébként India is a Közel-Keleten egyre meghatározottabb szereplő, és bizony azért sem a BRICS-et említeném, mert hogy számos esetben ez egymással rivalizáló versenyfutás van, különösen India és Kína között, itt ugye kikötőknek a megszerzése a Közel-Kelettől egészen Kínáig. A Vörös-tengeren több helyen ugye zajlik, hát jelenleg ugye egy indiai üzletembernek sikerült a hajfai kikötőnek, a izraeli hajfai kikötőnek a koncesszióját megszerezni, ami hát egy csapás ugye Kína számára, tehát azt kell látni, hogy itt egy nagyon fontos rivalizálás van ebben a kérdésben. Ezért sem fogja tudni a BRICS betölteni azt a szerepét, amit egyébként azt gondolom most jelenleg Peking és Moszkva szeretné, hogy betöltsön, hogy az új világrend alapjait tegyék le. Természetesen ennek a két országnak az a célja, hogy Indiát elrántsák az Egyesült Államoktól, és magukhoz húzzák közelebb. Tehát azért India számára azt gondolom, jelenleg Kína még mindig a nagyobb biztonságpolitikai kihívás, mint az Egyesült Államok, tehát nem meggyőzőek az érvek, és ezen az alapon nehéz lesz szorosabb együttműködést tető aláhozni. Talán érdemes utalni egy mondat erejéig a Sanghaji Együttműködési Szervezetre, ami egy picit más formáció, főként ugye a határkérdése megtárgyalása miatt jött létre a hidegháború után, és ugye ez elsősorban Oroszország, Kína, közép-ázsiai országok együttműködése, de az elmúlt időben ugye csatlakozott teljes jogú tagként 2017-ben India és Pakisztán is,
Tehát nagyjából hasonló formáció, de területileg behatárolható, hogy az ázsiai térségre korlátozódik, tehát itt Brazília meg Dél-Afrika nyilván nem játszik szerepet. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ennek a szervezetnek a bővítése az hosszú éveket vett igénybe. Tehát az a kérdés, hogy a BRICS lesz-e kellőképpen rugalmas ahhoz, hogy ezeket a gyors országokat gyorsan teljes jogú taggá terjessze elő, ebben egyetértenek-e, és ha igen, akkor milyen közös célokat sikerül kitűzni? Ez egy alapvető kérdés. Ugye innen Európából akár úgy is tűnhetne ez a kérdés, hogy van az Amerikai Egyesült Államok Európa tengely, és akkor minden más, ami ezen kívül van, amit mi egyébként hagyományosan keletnek szoktunk mondani, azok meg összefognak, hogy egy új világrendet vezessenek be, meg egy nekik kedvező gazdasági feltételt hozzanak létre. De most, amit ön elmondott, abból nekem úgy tűnik, hogy ez mégsem ennyire fekete-fehér. Hát abszolút nem, és elég, ha a három országot nézzük, Törökország ugye NATO-tag, Szaúd-Arábia azért az Egyesült Államokkal a kritikák ellenére szoros viszonyt ápol, gondoljunk a fegyver eladásra, és hát Egyiptom pedig ugye évtizedek óta a közel-keleti béke ugye egyik letéteményese, és ez szorosan... Ott mennyire változtatta meg a helyzetet az, hogy immáron a muzulmán testvériség vezeti az országot? Hát ugye ez 2013-ig volt így, 2012 és 13 között, akkor feszültebb évek voltak, akkor ugye egy puccsal eltávolították a muszlim testvériségnek a vezetőjét, és hát ugye Sisi elnök, aki tulajdonképpen az Egyesült Államok szemében egy pozitív politikai fordulat, de hát mégis ugye az emberi jogok miatt kritikával kellett illetni ezt a nem túlzottan demokratikus fordulatot. Meg is romlott egy-két évre ugye az amerikai-egyiptomi kapcsolat, befagyasztottak például katonai segélyeket, és hát Egyiptom éppen ezért a 2010-es évek közepén Oroszország felé kezdett fordulni, hogy akkor bizony alternatív fegyver utánpótlásra van szükség, különösen ugye éleződött akkor Etiópiával a gát kérdés 15 környékén, és hát Egyiptom, miután az amerikaiak ugye leállítottak bizonyos fegyvereknek a szállítását, Oroszországtól szerzett be fegyvereket. Tehát azt mondanám, hogy ezek az országok egy ilyen, hát Egyiptom történetébe bele is illik ez a fel nem kötelezettség, tehát hogyha lesz két pólus, akkor is jó mindkét oldalán annak ott állni. Akár a kínaiakkal, indiaiakkal, de az amerikaiakkal is együttműködni. Tehát ez azt gondolom egyiptomi szempontból mindenképpen benne van a külpolitikai megfontolásokban. Ugye látjuk azt is, hogy a BRICS-en túl mostanapokban feljött a VRIC országoknak a kérdése, Venezuela, Oroszország, Irán, Kína, akik egy közös nagy hadgyakorlatot tartanak, tehát ezt azért látjuk, hogy vannak mozgások, de például ha a BRICS-et szembe rakjuk a VRIC országokkal, akkor azt látjuk, hogy mondjuk ez a Venezuela, Oroszország, Irán, Kína tenger talán még könnyebben tud most jelenleg közös nevezőre jutni. Igen, és ezek a formációk nyilván nagyon divatosak, nyilván belpolitikai kérdésektől is függ, hogy milyen irányba mennek. Hát nyilván ez a közös hadgyakorlat, ez szintén szól az Egyesült Államoknak, és ugye különösen érdekesebben Irán szerepel, ahol ugye zajlik éppen a nukleáris tárgyalások a háttérben, a szankciók esetleges feloldása, és ugye ez egy nagy kérdés például Oroszország számára, hogyha esetleg bekövetkezik egy új nukleáris megállapodás aláírása, és az amerikaiak elkezdenek bizonyos típusú szankciókat feloldani, hogy vajon azok Oroszországra hogyan vonatkoznak. Tehát az az Oroszország, amelyik egyébként mindig támogatta a nukleáris megállapodást, most mintha egy kicsit óvatosabb lenne ezzel a kérdéssel, hiszen nyilván nem szeretnék azt, hogy Irán esetleg a nyugati szövetségi rendszer felé tegyen lépéseket, ami azt gondolom nem fog bekövetkezni, de hogy ezekről is szólnak ezek az erő demonstrációk, hogy a háttérben komoly politikai csatározások dúlnak. Az orosz-ukrán háború függvényében kérdezem, hogy hogy látja, mennyire van még mindig túlsúlyban az USA, illetve a NATO-nak a szövetségi érdekszférája, vagy valójában már átvette az úgynevezett keleti tömbnek nevezett rész a többséget?
Hát ugye keleti tömbről ebben az értelemben nem beszélhetünk, ahogy meg is beszéltük az előbb, mert hogy ezek az országok nyilván katonailag mindegyik, amelyiket említettük egyébként, óriási fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt időszakban, de mondjuk Indiát nem sorolnám a keleti tömbhöz. És sőt, egyáltalán, hogy van-e bármilyen tömb? Szerintem ez az alapvető kérdés, hogy sokan mondják, hogy van egyfajta blokkosodás. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább most ilyen adhok szövetségeket látunk kialakulni, és nem biztos, hogy azt lehet mondani, hogy ezek állandó szövetségek lesznek. Tehát, hogy ahogy a BRICS-nél is láttuk, nem igazán ért el konkrét eredményt az elmúlt évtizedekben. Nyilván katonailag azért azt gondolom, hogy a NATO katonai fölénye, a nyugati tömb katonai fölénye az egyelőre megkérdőjelezhetetlen. Ugyanakkor viszont, ha megnézzük az egyes konfliktusokat, akkor azt is látjuk, hogy ezzel a katonai fölénnyel nem mindig tud élni kvázi a nyugati tömb. Lássuk például Afganisztán példáját, ahol lehet sok amerikai katona, és lehet katonailag túlsúlyban, de hát még a kivonulás sem sikerül rendesen megvalósítani. Tehát azt gondolom alapvetően ezekben a kérdésekben talán a NATO nem igazán tudja, vagy úgymond a nyugati tömb katonai ereje nehezen tudja bizonyos kihívásokkal felvenni a versenyt. De akkor itt a tömbök helyett inkább egyéni nemzetállamok vannak, akik ha elég okosak és ügyesek, akkor a saját nemzetállami érdekeiket tudják képviselni? Igen, én azt gondolom, hogy jelen pillanatban azért ez a helyzet, és sokan mondják, hogy ez az orosz-kínai nagyon szoros szövetségnek látszó viszony, ami most az orosz-ukrán háború keretében kialakult, az egyrészt nem mindig volt így, ugye ha visszanézünk, azért voltak feszültségek, és hogy nem is biztos, hogy ez fennmarad. Tehát most úgy tűnik, hogy ezeknek az országoknak valóban az az érdek, hogy nagyon szoros szövetségre lépjenek, de aztán, ha a háború véget ér, gazdasági kérdések befolyásolhatják ezt, és hát azért lehetnek nyilván komoly feszültségek. Az biztosan látszik, hogy a folyamatok, amik játszódnak le a világban, ennek Kína az egyik egyértelmű nyertese gazdaságilag, politikailag. Az, hogy sikerül-e egy újabb kétpólusú világrendet létrehozni, ez azt gondolom azért lesz nehéz, mert hogy a globalizáció annyira előre haladt, hogy olyan szintű egymásra utaltság van, hogy ezt a típusú blokk logikát létrehozni, ez nehéz lett. Tehát ez nem lehet megvalósítani. Alapvetően nem is gondolom, hogy cél lenne. Tehát, hogyha megnézzük a BRI, tehát a Kínának, ez az új selyemút koncepciója, hogy jelen van lényegében ázsiai országokban, afrikai országokban, vagy akár a mi térségünkben is különféle befektetésekkel. Hát ezért ez nem hasonlítható össze a szovjet tömnek az időszakával. Tehát ott más országok is jelen vannak, és nyilván Kína próbál befolyást szerezni ezekben, de hogy egy ugyanolyan tömblogika kialakuljon, én ezt kevésbé tartom valószínűsíthetőnek. Csicsman László, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!